Nézzük meg, hogy milyen lesz Mo, a vak patkány, aki a Star Park csatornában él, ugyanis Grom örökbe fogadta. Támadását úgy fogják hívni, hogy Shovel Slinger, eldob egy követ, ami több részre válik fel a támadásakor, minden egyes kis részecskéjén nem jött. Láthatjátok, és alapjáraton ezret sebez, viszont hogyha egy többször valamilyen oknál fogva el tudjuk találni az ellenfeleket, akkor kétszer annyit is tudunk vele sebezni, de amúgy tök fura, mert így van, a kiskövek ezret sebeznek, és ahogy látom, hogyha meg nagyba eltereljük, az pedig 2000 tudunk vele majd sebezni. Pedig itt 1000 sebzés van, írja. A long range van egyébként a támadásának, a szuperje pedig Mo masinája. Mo beszél egy fúrógépbe tulajdonképpen, és ezzel előre ásik. Amikor feljön, akkor sebez és hátra is löki az ellenfeleket, és ugye a föld alatt megy, megváltozik a támadása, és 5 másodpercig ilyen fúró formátumban lesz, aztán visszaalakul az eredeti formációjába tulajdonképpen Mo. Itt tulajdonképpen short range-ről és nagyon-nagyon gyors újratöltése. Konkrétan láthatjátok, hogy végig van amúgy, összesen 6800-at tudunk vele sebezni ez alatt az idő alatt. Ami más, mint mondjuk meghez képest, hogy itt, hogyha sebződünk, akkor ugyanannyi életünk lesz, amikor visszalakulunk. Tehát ez nem egy plusz forma, hanem egyszerűen csak átváltja a formáit, hasonlóképpen, mint Bonnie, csak nem kap plusz HP-t sem a másik formájában. Ha meghalunk gépként, akkor meghalunk összesen. Viszont mielőtt folytatnánk, hagyd mondjak el pár szót nektek az enelbo.com-ról, a legjobb helyről, ahol olcsó játékokat vásárolhattok. Ha felmentek a leírásban található linkemen keresztül az enelbo.com-ra, akkor itt tulajdonképpen akár Robloxba, akár mindenféle játékba, akár Steamre ajándékkártyát tudtok keresni magatoknak, de hogyha bármilyen játékot szeretnétek vásárolni, legyen szó konzolosról, számítógépesről, vagy csak valami sima, random, olcsó játékról, akkor az enelbo.com-ot tudom mindenkinek ajánlani, és itt a legtöbb játék olcsóbban található meg. Szóval, hogyha vásároltok bármiféle játékot, csekkoljátok le előtte mindenféleképpen a leírásban található linken keresztül az oldalt, ugye lehetséges, hogy itt olcsóban be tudjátok szerezni, illetve brutál jó Trustpilot értékeléssel rendelkeznek, ami annyit jelent tulajdonképpen, hogyha bármi probléma adódik a játékkal, segítenek, küldenek új kulcsot, szóval tényleg megbízható ez az oldal, úgyhogy ezért is tudom nagyon szívesen ajánlani számotokra. PayPal-lal, Apple Pay-el, Google Pay-el is tudtok fizetni, és tényleg rengeteg brutálisan sok játék található meg az oldalon, és még mobil játék kategória is van, itt kiemelném például a Stumbleguys-ot, vagy a Robloxot, amivel én szoktam néha játszani, vagy például a PUBG, de vannak itt még jó pár játék, amit én nem ismerek annyira, például Marvel-nál. De még ajándékkártyák is vannak Razer Goldra, akár Netflixre, ilyen random oldalakra, Uber Eats-re, bár az otthon annyira nem működik. Szóval tényleg csak ajánljátok le az oldalt, hogyha szeretnétek olcsóban játékokat vásárolni és támogatni a csatornát, úgyhogy kezd szépen. Nézzük tovább Mo-t. Az első Starpower-re a Skipping Stones, egyszer többször bounce-ol a támadás, hogy úgy látszik, hogy ez az, ami most be volt rakva, és emiatt bounce-ol többször, szóval bocsánat. Anélkül pedig így néz ki, hogy kétszer bounce-ol, amúgy meg azra a Star Power-rel pedig háromszor, mint láthatjátok. A másik Star Power a Speeding Ticket, tulajdonképpen ezzel gyorsabban tudunk ultizni, gyorsabban fogunk átmenni a föld alatt, ahol sebezhetetlenek vagyunk. Tehát láthatjátok, hogy a sima az milyen gyors volt, ez pedig eszméletlenül gyors. És így még gyorsabban tudunk odani az ellenfelekhez, és még jobban meg tudjuk lepni őket, ha pedig ulti közben ultizunk, akkor visszaalakulunk, és tudjuk folytatni a kaladgazásunkat így. Az első gadgetje a Dodgy Dagging, a Supercharge-étre 5 másodpercig 50%-kal jobb lesz, szóval gyorsabban tudunk az ultit tölteni, de alapjáraton is elég gyors az ulti töltése egyébként, tehát az egyáltalán nem lesz rossz Mo-nál szerintem. Használjuk a szuperünket, ugyanakkor alapból van egyből szuperünk, tehát bármikor vissza tudunk alakulni. Ellövök itt egy támadást, tehát hogy a negyedik tölt be az ulti, de benyomom a gadgetet, akkor egy támadás, hát nagyon-nagyon furcsán néz ki, benyomjuk, és nincsen fölött az a fura karika, de szerintem ez csak egy kis bug. A másik Starpower-re a Red rész, kicsit előre dessel a drill formátumában, lerombolja a falakat közben. Tehát láthatjátok, hogy így nem tudjuk aktiválni tulajdonképpen a gadgetet, viszont átmenünk drill formátumba, és előre desselünk, és ezzel áttörjük a falakat. Amire kíváncsiak, ezt tudunk-e sebezni? Nem, ez csak hátra lök tulajdonképpen. Meg ami furcsa, hogy nem tudjuk tölteni a szuperünket, amíg ásózunk tulajdonképpen, szóval erre érdemes lesz majd odafigyelni. A Mastery tájcója, illetve a Mastery rúgya az így fog kinézni. Ez a pinyár hozzá, ez a PR icon és a cheesy PR title, ami nekem nagyon tetszik. Így néz ki a winning animációja, tulajdonképpen ásik a földbe, és semmi nem történik. Azt hittem, hogy az ásója legalább elő fog kerülni, de úgy látszik, hogy nem. Így néz ki pedig a losing animációja, nagyon szomorúan futkos körbe-körbe, és valószínűleg soha az életben nem fog megállni. Szóval, ha szeretnétek elszedíteni, akkor beszítsetek fel egy mérkőzést. Érkezik hozzá egy rare ritkaságos skin, a Monteri Mo, amivel ilyen sajtos lesz, ugyanazok az animációk, de szerintem ez a egeres variáció sokkal jobban néz ki, mint a sima. Tényleg sokkal aranyosabban néz ki, mondjuk alapjáraton is nagyon-nagyon vicces, hogy ennyire picike, és amikor ultizunk, akkor pedig
ilyen sárga lesz a furúja, sajtos furúja van, hát ez nagyon-nagyon tetszik. Nyilván a Winnie meg a Losing animationje pontosan ugyanaz, csak másképp néz ki a skin. Na de akkor próbáljuk is ki különböző játékmódokban, kezdjük is a Trio Showdown-nal. Nagyon-nagyon kíváncsiak egyébként erre a játékmódra, meg alapjáraton arra, hogy milyen erős ez a karakter. Mondjuk a buildet azt nem teljesen állítottam be. Úgy látom, hogy boxok ellen ezret sebzünk. 1105, hogyha kettő megy bele. Érdekes a mechanika. Az emberek, nem tudom, nehezen értem azt, hogy mikor sebzünk többet, meg mikor sebzünk kevesebbet. Na gyere, Primocska, kapsz te olyat mindjárt. Jajaj, that's a problem. Nagyon lassan töltem úgy. Úgy van, hát fúrunk ide. Sajtból van a hold. Very nice. Bocs, hogy felszedtem a gemeket. Vigyázz, ott egy Lily. Azaz. És ott a showdown, már csak két csapat van, és meg is jártuk a meccset. Nice! Viszont úgy látszik, hogy egész lassan töltünk egyébként szupert, szóval lehet, hogy mégiscsak jó lesz az első gadget. Star Powerből hozom az elsőt, egy plusz egy gadgeteset használok, illetve egy damage gear-t. Menjünk egy jellyfishing meccset, itt ugye 20 jellyfish kell összeszednünk tulajdonképpen, de ezt ugye a tegnapi videóban bemutattam, szóval érdemes lehet mindenféleképpen srácok, lányok, lecsakolni a tegnapi videót, ha nem láttátok volna. És ugye a három jellyfish van nálad, akkor mind a hármat például egyszer el tudod rakni, most az ellenfél csinálta. És hogy gyors odafúrok, átlátszik a támadásunk. Add ide kérlek a jellyfish-t, hát ezt nem értem meg, de mindegy. A gadgetet benyomom, így van, nagyon szuper. Azért így jóval gyorsabban tölt a szuperünk. Szóval mégiscsak egész hasznos tud majd lenni tulajdonképpen. Gyere ide! És átalakultam a legrosszabb kornóvé. Gadget. Úgy van, gyere Barley. Amúgy nem lesz egy gyenge karakter egyébként szerintem, sőt nekem amúgy kifejezetten tetszik maga a karakter, akkor is tetszene mondjuk, ha nem lenne ennyire erős, de szerintem jó lesz, mert ha folyton jellyfish-eket szedünk fel, akkor mindig újra kezdődik a timer, szóval erre érdemes, át tud menni a falon. No way, ezt nem próbáltam még ki, de most megnézem jobban, ha nem nyerik meg most azonnal, a dark fogjuk. Jó, majd a következő meccsben, ha nem szedek fel jellyfish-eket, meg a dark shiset-től. Ott is van. Nézzünk egy kis 5v5 brawl bolt így a vége felé. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor át tudunk-e menni egyébként a falakon rajta az ultiával. Á, persze mondjuk átfúr alatta egyébként, szóval ez logikus. Gyerünk, legalább a szuperében jól tudunk majd autóé menni. Azaz, kapja. Aha. Jó, amúgy ez a gadget, ez tetszik, de a fal törős is nyilván jó egyébként. Ez pálya specifikus lesz. És bum. Mert még nem jártuk meg egyébként, de na értek, nyomunk egy gadgetet, jó. Ott jövök, átszedek mindenki, gyere Cordelius. Így talán egy picit gyorsabb, ugye BOOM! Ott is van srácok, nagyon. Szóval ez lesz Mo. Mindenféleképpen csekkoljátok le a tenapi videómat. Meg hát, hogyha szeretnétek megnyerni ezt a Moon Guardian Hank skint, akkor nincs más dolgotok, mint felmenni az Instagram profilomra, amit zsomac.jöten éven találtok meg, valamiért nem írja ki, de így vagyok fent Instagramon. Felmentek a legújabb posztomhoz, nyomtok rá egy lájkot, most nyilván a saját posztomra nem fogok lájkot nyomni, és megjelentek két barátotok, a szeptember 11-én sorsolok, és 6 skint sorsolhatok ki összesen. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, ha tetszett, nyomatok rá lájkot, iratkozzatok fel, és YouTube szerint ez a videó érdekelt, úgyhogy csekkold le.